kamerafüggő lettem, és a kezemet nézzétek. Csak a nőm a fejem benne sincs. Ez egy sima labdaforgatás. Ez lehet csikung, felcsimozdat, mind a kettőbe van labda, igazából körívek mentén forgatjuk a kezet. Ezek az ívek az ízületekből jönnek, kétfajta ízületünk van, egyik a mindegyiknek a felszíne valamelyes gömb, de az egyik az csak kifelé, befelé nyílik, mint a könyök, és mint a vál, az tud ilyen kör alakban mozogni, hasonlóan a csípő és a térd. Most a bokát megkívánjuk, de az is tud kör alakban mozogni, és itt meg lehet forgatni ezt a labdát is. És ebből volt, hogy eltérítettük, és az összekötő mozdulatot kezdtük el gyakorolni. Így. Akkor arrébb megyek egy kicsit. Bocsánat, tudom, hogy nem lesz, de ha véletlenül valaki megnézi, hogy kiküldök, nem tudom, kik nézik, meg lehet, hogy ti is köztük vagytok, de hogy amikor nyilvánosra teszem a YouTube-ot, pár nap alatt ilyen több száz elérése van, úgyhogy követetem. Lehet, hogy csak egy ember nézi meg, de a százszor. Tessék? Azt nem kell, mert azt nem úgy nézi szerintem, csak a sima megtekintés. Én csináltam úgy régen, hogy mindig kinyitottam a weboldalamból 30 ablakot, és hogy néha így bekattingattam, mint a robotok, hogy úgy tűnjön, mintha dolgoznának rajta. És hogy így számolja, hogy volt elérése az oldalon. És ebből a mozdulat, ez az összekötő mozdulat, vagy ez lesz az összekötő mozdulat minden gyakorlatnál, és ebből jön tulajdonképpen az összenyomás, a labdának az összenyomása, és ebből egy ilyen kifelé mozdulat, most gyorsabban csinálom, hogy az íve vagy az érzése meglegyen, alkara kifelé, a másik kéz így lefelé jön tenyérből, ez lesz a védésnek a mozdulata. Ez az, ami helyett most lökést csináltunk. De ebből ez lesz. Egy picit olyan a mozdulat, mintha itt lenne egy törölköző a kezedbe, és biztos láttál már ilyet, mert nyilván ti nem csináltátok, akkor a törölközővel oda csaptál a fenekére a kollégiumba valakinek. Így. És ezt nyitott kézháttal. És akkor van a labdaforgatás, egyik kezed lenyomod, másik viszintes előre. És az, hogy az állás hogy van, az most mindegy, mert a kézmozdulatot tanuljuk, még az se, hogy nem lépünk olyan magasra, mert egyébként simán fölemellett. És akkor, ha hátulról állunk, akkor ugye most nektek a bal kéz ment le, jobb láb lép, és jobb kéz lett viszintes. És akkor ebből lehetne, de erre az oldalra nem is gyakoroltuk a húzást, lökés, és a tolás. Tényleg, hogyha pedig a negyedik húzáshoz állunk oda, lökés, hátrél, hogy csinálsz egy labdatekerést, jobb kéz fölül, jobb kéz le, bal lábbal kilép, védés, és akkor ebből kapod el a labdát, húzás, lökés, tolás. Ez lesz. Már ezt is fölvettük, úgyhogy